Terence Hill, magyar hangja Újréti László, és Bud Spencer, Bújtor István főszereplésével bemutatjuk Sergio Corbucci filmjét. És megint dübe jövünk. További magyar hangok. Csákányi László, Kovács Nóra, Gáti Oszkár, Dózsa László, Láng József, Verebes Károly, Detre Anna Mária, Harkányi Endre. Írta Bruno Corbucci, Mario Amendola, Sabatino Cioffini és Sergio Corbucci. Magyar szöveg Séri András. Hangmérnök Balog Mihály. Rendezőasszisztens Mata Zsófi. Vágó Lajtai Erzsébet. Gyártásvezető Kovács Gyula. Szinkronrendező Veszeli Ferenc. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Zenéjét szerezte Guido és Maurizio De Angelis. Fényképezte Luigi Kuhweiler. Rendezte Sergio Corbucci. Én aztán csak tudom, én bentről kapom a fülest. Ezek a tengerészek már nem sokáig húzzák. Legyen eszed, haver, ne fogadjál döglött lóra. A hadsereg visszavágni készül. A center csontonak kasztolja a labdát, és el is indul vele. Átviszi a tízes vonalon, az ötösön, és Bruce Davis a tengerészet hátvédje megállítja. Hát ez csak egy hajszálat. De a hadsereg újabb akciót indít. Nagy meccshez, hölgyeim és uraim, mindkét csapat kitesz magáért. A 12-esnél a labda Johnson továbbadja Danny Brownnak, és ő nem tudja megtartani. Hiába a hadsereg teljes erőbedobással játszotta végig a szezont, de a mai mérkőzés szemmel láthatóan a tengerészetét. 20 éves tudósítói pályámon még nem igen láttam ennyire egyoldalú meccset. Már hajlamos... Valami nem stimmel. Na tessék. Nem a tengerészetnek szurkol. Dehogy nem, Charlie, csak tudja, 10 dollárral fogadtam a hadseregre, hogy legalább az árvaháznak legyen valami haszna abból, ha nyernek. Kár volt. Máskor imádkozzon Szent Józsefhez. A fogadásokon csak veszíteni lehet. Tényleg, Charlie? Te nem is szoktál fogadni? Nem én. Mert aki fogad, veszít. Én pedig nyerni szeretek. Indul a mezőny. Denne úr hajója és a 96-os a nélkül jelzőnél volt, hogy Denne úr hajója a 96-os pedig a tengerészet építi. A gimnálatban továbbra is ők vezetik a mezőny. Most hagyják el a második jelzőt. Hát ez bizony nem vasárnapi sétahajlókázás. Kérem, ezek a csónakok 80 mérföldes sebességgel rekedtenek. A második és a harmadik helyért folyik már csak a verseny. A 96-os könnyedén utasított maga mögé mindenki. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy a mellény nevében van már az aranyérem. Megnyeri nekünk, biztos, hogy megnyeri. Az még nem olyan biztos, uram. Mi az, hogy nem olyan biztos? Maga szerint se biztos, Sullivan. A mi emberünk vezeti a mezőnyt. Valóban ő van az élen, uram, de még nem nyerte meg.
már megint elfuseráltatok valamit. Nem a mi emberünk vezet. Szólj neki. Ide hallgass, te Pancser. Itt valami nem stimmel. Nem a mi emberünk vezet. Tudod, mi lesz, ha elfuseráltál valamit? Én? Én csak azt fuseráltam el, amit maguk mondtak. Úgy látom, valami műszaki hiba történt. Mindenek ezzel az eddig biztosan vezető 96-os hirtelen levasszott. Itt melyik áll. Igen, műszaki hiba lehet. Tény, hogy a favorit kénytelen föladni a versenyt. Rohadt egy pek, hogy lerobbant, mi? A favorit kiesett. Hol van? Hol van? Megölöm! Gyere elő, úgyis elkaplak! Te! Nem láttál erre egy olajos képű fickót overallban? Tükörben láthatsz te is. Te téged ismerlek. Te szállítottad ide a csónakomat, nem igaz? És ha igen, he? Valaki megbabrálta a motoromat, és lerohadtam. Nem tud érdekelni. Mi ez, hagymásbab? Nem, krumplis hal. Szeretem a hagymásbabot. Sorsoljunk, fej vagy írás. Ha fej enyém, ha írás, megfelezzük. Én sose fogadok, és főleg... Nagyon nem szeretem, ha valaki a kajámra pályázik. Hé! Vár csak, téged kereslek! Hopp! Te macerálted a motoromat, te voltál az mi? Kényszerítettek azokat, velük intézd el. Másba kapaszkodj! Nem megmondtam, hogy tartsd a pofádat! No. Hey, ez meg mi volt? Törődj a magad dolgával! Azt a törődöm! Hé! Hé, gyere vissza! A barátod ez a bohóc? Nincsenek barátaim. Jó szaga van. Hagymás bab. Én is szeretem a hagymás babot. Ha nem haragszol, ez az enyém. A kedvencem a hagymás. Állj meg már, hal! Állj meg! Csak megtanítalak, hogy ne babrád másokra motorokat. Hadnagy úr, jelentem, hogy O'Connor admirális úr hivatja. Jól van. Ezt rakjátok be a csónakot. Ez nincs joguk. Levontatjuk vele együtt. Az eddigi eredményei figyelemre méltóak. Annapolisban végzett infinitesimális számításból cum laude, tavaly magát választotta Kaliforniában az évjátékosának amerikai futballban. Az egyetlen apró szépséghiba itt ez az összamerikai ökölvívó bajnokság. Hogy csak második lett? Úgy, uram, hogy Carlos Monzon lett az első. Az más. Nézze, hadnagy, mindaz, amit most el fogok mondani, a legszigorúbban bizalmas. Maga valószínűleg nem sejti, hogy a szervezett bűnözés az utóbbi időben komolyan veszélyezteti a tengerészet sportrendezvényeit. Floridában. És hát sajnos a rendőrség helyi erői, hogy mondjam, nem állnak hivatások magaslatán. Ezért hát kénytelenek voltunk úgy dönteni, hogy magunk csinálunk rendet. A számítógépünk pedig magát választotta ki erre a feladatra. A munka nem lesz veszélytelen. Nem ám úgy, hogy... Szüksége lesz valakire, aki ismeri a dörgést, és mi meg is találtuk a megfelelő embert. Ez a pofa ismerős nekem. Hát, ha már ismeri is, az csak annál jobb. De nem volt mindig ilyen jól fésült. Megengedj, uram? Persze, csak nyugodtan, hadnagy. Így más stimmel. Köszönöm.
Köszönöm, hogy elvisz, Charlie. Isten fizessen. Ha maga nem fuvarozna, nem is tudom, hogy járnék az ügyeimet intézni. Semmiség. Örülök, nővér, ha bármiben segíthetek. Maga egy angyal. Tudom. Kedves nővér, nekem ugyan semmi közöm hozzá, miből szerez pénzt az árvaháznak, de ne lóversenyezzem, vagy ha már mégis, hát legalább ne dőljön be az első tipnek. Inkább áruljon rózsafűzért. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hát még a lovak, meg a gazdáik. Ígyné. Charlie, várjon csak! Tessék! Hogy még nem nősült meg? Mert... És maga? Ó, hát én Krisztus jegyese vagyok. Akkor én jegyezzem el a főnökömet? Ó. Nem is az esetem. Na. Viszlát, nővér! Isten áldja! Integes Charlie. Viszlát! Oké. Kajás vagy már, mi? Mindjárt itt van Bob falatozója, ott föltankolok. Hello, Bob. Hello, Charlie. Van friss halad? Van. Hogy ne volna. Van. Már vagy 3/4 órája játszik ugyanazzal a golyóval. 15 kilót adja. Mennyi? 15 kiló halat? Annyit mondott. És miben, hogy nyersen akarja? Nyersen? Tényleg nyersen akarod, Charlie? Tényleg nyersen akarom. És adj még nekem egy tripla hamburgert és 3 sört. Meg azt a tortát sok tejszínhabbal. Hát, ezt nem tudtam. Mit nem tudtál? Hogy nyers halhoz sör passzol. Én jól leütött száraz fehérbort innék hozzá. Ja, bocsánat. Hello. Ügyes. Te ugye szereted a hagymás babot? Jövök már, Charlie. Itt a tripla hamburger. Össz. És velem mi lesz? Mi lenne? Nyertem 8 millió pontot. Ha? Nem jár ezért valami kedvezmény a narancslére? Na jó, legyen 10 cent egy pohár. Te akarsz fogadni velem, nem hogy... fogadok, Bájbi. Fogadjon velem 5 centbe, hogy többet bírok meginni, mint maga kicsavarni. Á, az ki van zárva. Ki van zárva. Fogadjunk 5 centbe. Oké. Állom a fogadást. Thank you.
Csurig vagyok. Nem bírok többet. Maga nyert. Tessék. Inkább visszamegyek játszani. Na, mit szólsz, Charlie? Már bánom, hogy nem fogadtam kétszer annyiba. Hányat csavartál ki neki? Nem számoltam, hogy 10 lehetett. 15 centér. Nagy koponya vagy. Ketten várjatok idekint. Ti ketten velem jöttök. Te búbánatos aszotmaja, mi az, hogy nem akarod beállítani ebbe a tetűfészekbe a mi játékautomatánkat? Nem akarom, mert itt már van egy játékautomata. Igen, ám csak, hogy azt az Ócska kasztit nem mi állítottuk be. Ez nekem tök mindegy. Na, lép le innen! Bocsánat, ha zavarok. Mit csinált? Hagyja abba az isteni, tökkenet egy egészen. Az a gép nem is az enyém. Nincs a vélelem, hogy fogok elszámolni vele? Nem hallja? A katyámat ráfizetem. Csak bőrrel fizethetek. Parancsolj, Bob. Kösz, Charlie. Ezt azért talán mégse kellett volna. Nem igazán szép dolog a kisebbet pofával belenyomni egy tortába, főleg nem az én tortámba. Hussolj. Már hogy én? Te. Mi a hézag? Kezeket fel. Vagy ementáli lesz belőletek. Marák, be ne törjetek, csak Dákó van nála. Megütöttem a főnyeremény. Legalább ki tudod fizetni a narancsleveket. A nevem Johnny.
Az enyém Charlie Philpó. Charlie Philpó? Te vagy a híres Charlie Philpó? A partvidék legnagyobb játékosa? Örvendek a szerencsének. Részedről a szerencse. Bob, hol az a hal? Tessék, Charlie. Nem, ennyivel igazán tartozom. Hát jó. Mondd, Charlie, magaddal vinnél Miami-ban? Én is oda tartok. Honnan veszed, hogy én is? Csak... Mert ott van delfin akvárium, te pedig delfineket szállítasz, ugye? Hát ezt meg honnan veszed, hogy én mit szállítok? Hogy honnan? Puszta következtetés. Ugyanis hiába vagy ilyen ronda nagy melák. 15 kiló nyers halat egymagad azért mégse zabálhatsz be. Hm? Szóval te ilyen okos gyerek vagy, mi? Akkor tudhatnád, hogy végeztem a szerencsejátékkal. És hogy nem veszek fel idegen stopposokat. Sétálj szépen. Charlie, fogadsz velem, hogy mégis elviszel? Felteszem rá a teljes nyereményemet. Ez a pénz, Bobby. Gyors segély. Jó. És különben is megfogadtam, hogy többet nem fogadok. Aha. De most az egyszer kivételt teszek. Tényleg? Aha. Ha rá tudsz venni, hogy felvegyelek. Egy helyben megeszem ezt a 15 kiló nyers halat. Áll az alkú. Oké. Okay. Viszlát, Bajgunár. Nem szereted véletlenül a hagymás babot? Mm-hmm. Adja ide a csomagját, kedves nővér. Én. Fogadni merek, hogy számított rám. Nem megfogadtad, hogy többet nem fogadsz? Hello. Kiszállsz magadtól, vagy óhajtod, hogy kidobjalak? Ezt nem vártam tőle, Charlie Philpó. Aki fogad és veszít, az vágjon jó képet.
És főleg állja a fogadást. Állja a fogadást. Állj! Na jó, azért nekem is van szívem. Kegyetlenség lenne megfosztani a delfineket a mindennapi kenyerüktől, illetve a haluktól. Azt mondják, ez a hal nem friss. Én csak azt mondom, amit ők mondanak. Beszélek a nyelvükön. Nem hiszed? Szevasz! Na hát, azt mondja, úgy vezetsz, hogy tengeri beteg lesz tőle. Viszlát? Ide hallgass, Bálgónál, felőlem bájolokhat akár a fákkal is. Nekem csak annyit mondj meg, hogy minek nézelt engem. Légy papírnak, hogy itt tapadsz rám. Cigány nagyanyám mondása szerint minden megvan írva a tenyerünkben. Na, lássuk csak. Aha. A bika jegyében születtél, írapától és ismeretlen anyától, aglegény vagy, csavaros eszű és kitartó, jó szíved van, és egy csepp hely a fenekeden. Na most én mondok neked valamit, Bájgunár. Ha olyan okos volnál, tudnád, hogy nagyon nem tanácsos velem szórakozni. És ne szennyezd a környezetemet. Most miért vagy ilyen? Én nem szórakozni akarok veled. Segíteni próbálok neked, Charlie. Nekem? Neked. Mondjak valamit? Ne. Akkor mondom. Azt olvastam ki a tenyeredből, hogy az egyik éjszaka ellopják a kamionodat. Ha megtörténik, nem mondd, hogy nem szóltam előre. Ha köztünk marad, mondok valamit. Aki megpróbálja ellopni, ahhoz lesz egy-két baráti szavam. He? Te kiszállsz. Piszok fáradt vagyok. Most már szunyálni akarok. Holnap egész nap nyomnom kell a gáz, hogy időre Miami-ba érjek. Nem jössz be pókerezni? Bent biztosan nagyba megy a játék. Kifelé. Szállj le a párnáról. Na nyomás, tűnj el! Há, és én mit csináljak? Nem vagyok álmos. Olvasgasd a tenyeredet, he? Kösz a tippet, haver! Aludj jól! Thank you.
Egy sört kérek. Kösz. Hello. Hello. Te ugye nem vagy helyben? Mm-mm. Van kedved játszani? Kockázni? Inkább kártyázni szeretek. Pókerezni. Csak az a baj, nem nagyon tudok. Szerencséd van, Zsuga Bubus. A nevem John. A barátaim, akikkel idejöttem, beültek pókerezni a külön szobába. Én halálosan unom. De hogyha akarod, ne viszlek hozzájuk. Nem rossz ötlet. Mehetünk. Ez az. Csak így tovább. Fiúk, ez a barátom szeretne beszállni a játékba. Igen, de nem vagyok valami nagy játékos. Oda se neki, így senki sem olyan nagy szám. Ülj csak le, beszállhatsz. Dipó, Fingers, Maxi, én meg Nymphas vagyok. Ő pedig Zsuga Bubus. A nevem Johnny. Légy jó, kislány, és menj vissza a bárba. Megyek. Nosszál neki. Viszlát, Zsuga Bubus. A nevem Johnny. Hozz nekünk szendvicseket. Nesze. Neked kell emelned. Ja, igen. Első ász, oké? Megvan! Mit nyerek vele? Azt nyered vele, hogy te osztasz. Nekem jobbra. Na. Bocsánat. Köszönöm. Előbb a tétet kell kitenned, $10. Ölgy. Na. Kösz. Ötet, ugye? Na. Ötet. Jobb az ász vagy a király? Az ász. Kösz. Kiszállok. Nekem 4. Nyertél. Tényleg? A jó napom van. Érzem az ilyet. Na, hogy ment? Ha? Remekül. Vesztettem $1,283.30. Meg még azt a 10,000-et, amivel jössz nekünk. Jaj, te szegény. Most mit izgultok? Úgy sincs nálam annyi. Írok róla egy kötelezvényt. Szó se róla. Leperkálod KP itt és most. Ha meg nem, akkor te is úgy jársz, mint Joe DeMiro. Emlékszel a betoncipős Joe DeMiro-ra? Joe DeMiro? Nem ugrik be. Sose volt jó a névmemórián. Segíts neki.
Gurítsd odébb az alvázadat. Ugyan, fiúk, nem kell izgulni. Nézzétek, kint áll a kamionom, ami sokkal többet ér, mint rongyos $10,000. Azt odaadhatom nektek. És honnan tudjam, hogy nem versz át? Nem azért, de én is láttam kint egy kamion. Na tessék. Oké. Akkor most szépen átruházod ránk a kamion tulajdonjogát. Ki ne felejtsd az adataidat, meg a kamion rendszámát. Jó. Ja, és az új tulajdonos pedig a Nymphas Corporation. Ki az a Corporation? Bunkó vagy Baxi? A tiétek. Tedd el, vigyázz el, ne vesszen. Azért ez nem igazság. Az a kamion sokkal többet ér. Na és ez miért fáj neked? Erígy a dolgodra. Már bocsánat, de a kisasszony rátapintott a lényegre. Ez nem holmi teherautó. Igazán adhatnál pár száz dollárt, amiből bérelhetek egy kocsit. Oké. Kösz. Gyerünk. Egy pillanat. Azt hiszem, nem árt, ha szólok, hogy egy hobó alszik a sofőr fülkében. Útközben vettem fel. Ha esetleg balhézna, csak dobjátok ki. Bízd ránk. Kösz mindent. Nem felejtelek el. Én se felejtlek el téged, Zsuka Bubus. Mi bajod a Johnnyval? Nincs vele semmi bajom. Csak az, hogy Zsuga Bubus, az olyan cuki, mint te. Meg kellett volna kérdezni, mit szállít. Nem mindegy, csak a kamionom miénk. Vezethetem én, főnök? Bunkó vagy Baxi? Ez megér vagy 40 000. Ébresztő haver, 1-2 kiszállás. Was meinst du denn, Sheriff? Papiere, Bremsen, Scheinwerfer, alles in Ordnung, gute Nacht. Ne. Dobjátok ki. Hey, öreg, kiszállás. Miért? Miért? Azt kérdi, miért? Mert a kamion a miénk, és el akarunk menni vele. Azért? Mert a kamion a miénk, és el akarunk menni vele, érted? Hova? Azt kérdi, hova? Ahhoz neked semmi közöd, na tűnés innen! A szakálladnál fogva húzzalak ki! Kezd elfogyni a türelmem, nem értesz a szóból? Most meg mi baja? Egy. Alszom, és nem kellő tapintattal ébresztelek fel. Elsírom magam. Kettő. A sírással felizgatom magam. És izgalmamban fel kell kelnem. És ha felkelek, bal lábbal kelek. És ha bal lábbal kelek, akkor már ne nem azért, de akkor magam. Minek nőksz? Jaj, bocsánat, nem akartam, főnök. Bunkó vagy, Baxi. Jaj! Mondtad, ez egy... Ah!
Serpo! Mit csinálsz? Hé! Hova mész? Állj meg! Állj meg! Na de főnök, maga könnyen beszél. Igen, maga. Igen, mert maga biztosítva van. És a delfinek is. De én hogy dolgozzak most a kamionom nélkül? He? Igen, láttam ki volt. De csak annyit tudok róla, hogy a keresztneve Johnny. Nem csak Travoltát hívják Johnnynak. Legalább 10 millió ember van ebben az országban, akinek a keresztneve Johnny. Igen, 10 millió férfi. Adj egy sört. Mozgás! Halló? Igen. Hogy egy böhöm nagy szakállas, aki Charlie-nak hívnak és dühöng? Pillanat. Charlie, telefonod van. Abba a fülkébe kapcsolom, ahonnan beszéltél. Igen, ki beszél? Elbeszélgetésnek kérjük Mr. Charlie Firpót. Ön Mr. Charlie Firpóra? Én. Vállalja a beszélgetést, Mr. Firpó? Ki keres? Egy bizonyos Johnny. Nem. Ja, halló, igen, 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 kapcsolja Johnny-t. Már is, hanem szíveskedjék bedobni 50 centet. Ó, 50 cent. Igen, halló? Elnézést, uram, még 25 centet legyen szíves. Még ez is szórakozik velem. Halló, halló! Halló, Charlie, halló. Itt én vagyok, Johnny, hogy vagy? Magamon kívül. Hol a kamionom? Honnan beszélsz? Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Csak nem haragszol rám. Hogy én? Nem, hát már miért haragudnék? Hát szeretnélek magamhoz ölelni a szívemre. Na, Johnny, nem akarod elárulni nekem, hogy hol vagy? Nem olyan messze tőle, Charlie. Ha találkozni akarsz velem, indulj el a Hialeah strádán. Tudod, hol a tragacspálya? Na, ott dolgozom. De aztán ott legyél ám. Légy szíves, addig is áruld el nekem, hol a kamionom. Elnézést, uram, szíveskedjék bedobni $6.25, különben mondtam a vonalat. Egy pillanat! Viszlát, Charlie, remélem találkozunk. Viszlát, egy pillanat, jaj! 6.25, egy pillanat! Halló, központ? Központ! Halló, halló! Halló, Johnny! Johnny! Johnny, halló! Kapjam el! Mindjárt kezdődik a verseny, de nálam még lehet fogadni. Na, fogadjak? Aha, fogadj. Na, hát akkor megteszem $20 mondjuk a 43-ast. Csak helyezés. Oké. Nem kell egy szerelő? Én helyre pofozok bármilyen kocsit. Itt nem helyre pofozzuk, hanem szétverjük a kocsikat. Én abban is nagymester vagyok. Ha akarsz, dolgozhatsz nálam. Az egyik sofőröm a lábát törte. Kapsz $50. Csak arra vigyázz, hogy ne győzz. Megmutatom a kocsidat. Start 10 perc múlva. Hogy fizet a 32-es? 5 a 2-höz. $50 nyerőre. 100 a 43-as. Nem fogad rád a kutya se, úgyhogy ma te leszel a győztes. Nem fognak megelőzni. A többi sofőrnek leadtuk a drótot. Szabad utat lesz, nem fognak zavarni. És a célnál megkapod ezt. Részemről oké? Okay. Akkor jó. Hölgyeim és uraim, itt Lou Sperling. Üdvözlöm Önöket, én fogom kommentálni a 10 perc múlva kezdődő Roger.
Az elnevezés nem tévessze meg önöket, ezek a roncsok valóságos csodákat képesek. Nagy versenynek nézünk eléje, úgy látom nagyjából, sőt, teljesen egynek van már, amelyet felsorakoznak a rajtot, ameddig már csak pontosan 60 mánál felül a hátán. Utolsónak érkezik a 26-os, a Tom Spice versenyautója, nem baj, még időben ide ért a standon. Hé! Hé! Te nyomvad, kis vakarék! Hol a kamionom? No lát, Charlie Firpo! Örülök, hogy látlak! Kérdeztem valamit, süket vagy? Hol a kamionom a delfinekkel? Elengedtem őket! Tudod, megesett rajtuk a szíve! Kettő, és indul a menet! Az első kanyarban a 26-os megpályázza az 5. helyet, és elindítja. A 6. helyen a 37-es szorosan, a 26-os nyomában ragad rá, és közben a 26-os már a 3. A 37-es nem marad le. A 26-os az élen, egy pillanatra, amit elbizonytalanodva. És a 37-es is használja. A 37-es mindjárt beéri. A mezőny további része jócskán lemarad mögöttük, és a 37-es most már fej mellett halad a 26-osra. Halljuk meg, Gunnar, hol a kamionom? Micsoda? A kamionom! A micsodád? Utoljára kérdezem, hol a kamionom, amivel elhajtottál? Á, a járkányod! Elveszítettem pókerot! Tudod, hogy van? Ami könnyen jön, könnyen megy el. Hogy merted föltenni az én kamionomat? Azt reméltem, nyerek, és akkor veszek egyet én is, és együtt dolgozunk. Bomba ötlet, Gunnar! A két kocsi súrolja egymást, és a 37-es előre tör. Mit művel ezt, te szerencsétlen hájogyú? Nem mondtad meg neki, hogy nem szabad nyernie? Nem tudom, mit csinál. Én megmondtam, hogy maradjon le. A 26-os nem hagyja magát, szorosan rátapad. A 37-esnek nem szóltatok? Én mindenkinek leadtam a drótot, hogy a 26-os a nyerő. Akkor ez miért nem marad le? Ezért még valaki nagyon megfizet. A kanyarban a 26-os beéri a 37-es. Kívülről próbálja előzni. És megtörtül. A 37-es tovább őrzi vezető helyét, a 26-os most már alig nem veszélyeztethet. Ez a lenne már a 36-os. A 26-os azonban úgy látni, nem nyugszik bele a vereségbe, nem adja fel, és megint tűzőbe vezeti a 37-es. Kocskán lemaradt persze, ahogy számolom, maximum a 10-dik lehet, ez fantasztikusan nyomja a gáz. A 26-os egyszerűen nem hagyja magát, sorra hagyja le a kocsikat. A 33-as, a 7-es. Most beéri a 62-et. A déli kanyarban a 43-as elveszíti az uralmát a kocsi felett. Ezt a kanyar túl nagy lendülettel veszi. A 61-et, a 6-os is. Miatt a 28-as is. Négy autó fördült meg így gyors egymás utánban. Ötödiknek a 88-as jön le egy látmányos 360 fokos pontozott. A 26-os pedig mindegyikben előre tör. Fantasztik, már a negyedik, a harmadik, a második. Megint ott van a 37-es sarkában. És utoléri, megint egymás mellett száguld a két kocsit. Csak szállj ki a kocsitból, tartunk egy kis baráti eszmecserét. Rendben. A 37-es megelőzni, de ez a kemdetes a kocsitokáig. Nem értem. Hát lemennek a pályáról. Na nyomás, intézzük el. Gyerünk. Hé, te! Miért védett
véded ezt a dagadt barmot? Meg vagy te húzatva? Hogy miért védem? Mert ez a dagadt barom a bátyám. Egy pisztáciát kérek. A pisztácia elfogyott. Van tutti frutti és karamell. Akkor tutti frutit. Charlie, meg kellett tudnod, hogy testvérek vagyunk. Úgy éreztem, hogy te nem igazán kedvelsz. Pedig én nagyon igyekeztem. Tudom, ez nálad ösztönös. Ösztönösen engem okoz, amiért az apánk elhagyta a te anyádat az enyémért. Szép kis alak az apád. Mint egy matróz, ahány kikötő, annyi nő. Hé! Milyen fiú vagy te, hogy így beszélsz a papiról? Csak hogy tud, kiszámoltam. Már csak 137 millió ilyen tölcsért kell eladnom. Köszöcsi, és leelőlegezhetem az új kamiont. Mire vársz, Charlie? Elvégre egy magadfajta született zsuga zseninek. Ez semmiség. Egy hónap alatt összehoznál annyit, amennyit vehetsz. 10 kamiont. A játék balekoknak való. Egy kártyabarlangban megsütheted a tudományodat. Ezt megtanultam, amikor krupié voltam a görögnél, Havannában. Golyózott volna a szemed a trükkjeitől. Répityára törtem a berendezést, és eljöttem. Csak előbb még beverted a görög orrát is. Te! Adj már nekem is egy tölcsért. Tutti frutti, karamell, vanília. Pisztácia. A pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé. Oké, akkor legyen vanília pisztáciával. A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé. Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé... Egy kis pisztáciával. Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt. Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát ha nincs, nincs. Szóval akkor mi a választék? Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió és kávé. Megjegyeztem. Akkor mondjuk legyen egy kicsi mindből. Tutti frutti, karamell, vanília, rumosdió és kávé. Ja, csak ne spórod ki a pisztáciát. Bájgónál, ide néz. Nézd, mit hoztam. Á, kösz. Amikor kívántam, kifogyott. Most már nem kívánom. Mit mondtál? Csak, hogy imádom a pisztáciát. Á, a fene a beledet. Te már tudsz rólam mindent. Most mesélj magadról. Például Delfinek kell beszélni, hol tanultál meg? Sok mindent kitanultam. Voltam már pincér, ügynök, dokmunkás, cipész, kőműves, középhátvéd. Sőt, voltam már... Kamiontolva is tudom. Ha esetleg elfelejtetted volna innen. Muszájból vittem el. Csak hogy segítsek a papin. Te nem törődsz vele. Kiviselni a gondját, ha én nem. Á, ne is emlegesd előttem. Pokollá tette a mama életét, meg az enyémet. Széles hívben kerülte a munkát. 10 éve nem volt hozzá szerencsém. De csak kerüljön egyszer a szemem elé, majd meglátja, mit kap tőlem. Ne tépd a szád. Szegény papi már nem láthat meg semmit. Miért? Mert... Na, miért? Mert a papi megvakult. Gondoltam, eladom, hogy legyen pénz a szemműtétjéhez. Ezért loptam el a kamionodat, Charlie. Csak aztán elvesztettem pókeren.
Én voltam mindenki balekja Mexikótól Floridáig. Nézd, ott van. Kitől tanult meg olaszul? Anyádtól? Hidd el, én mindent elkövettem, hogy meglegyen a kenyere. De ő énekelni akar. Ne legyen rám szorulva. Fejébe vette, hogy szép hangja van. Papi! Papi! Kisfiam! Papi! Hol vagy? Kisfiam, hol vagy? Hol vagy? Hello, papi, elhoztam Charlie-t. Itt van Charlie. Hol vagy? Kisfiam! Kisfiam! Charlie! Egy legjobb! Charlie, kisfiam! Mióta nem láttalak? Charlie! Papi! Charlie-nak igaza van, papi. Itt jó lesz neked. Igazán olyan szép itt minden. Bárcsak te is láthatnád már. Susan nővér majd gondolat viseli, papi. Johnny meg én pedig összeszedjük valahogy a pénzt a szemműtétet. Ez emiatt ne aggódj. Köszönöm, Charlie. Látod, ezt tették velem azok a disznók. Tudod, abba vakult bele, hogy agyba főbeverték. Csak azért, mert én vagyok az apád. Visszakapod a látásodat, papi. Addig élek is. Remélem. Mennyibe kerül ez a szemműtét? Nem sokba. $100,000. $100,000? Uh-huh. Mi ez? Fejátültetés? Ez roppant bonyolult műtét. Ja, és még papi kék szemet akar, és a kék szín tovább drágítja. Papi, más szín nem lenne jó. Azzal is remekül lehet látni. Vagy kék, vagy semmilyen. Mint a fiacskádé. Ő a legcsinosabb apác a Jennifer Jones óta. Az, aki írt a harangszólból? Nem, az Gary Cooper volt. Ja. Miért fárad, nővé? Gondoltam, jól esik egy kis tea. Töltetek egy csészével, Mr. Firma? Nem, majd én töltök magamnak. El tudom én látni magamat. Hogy ne tudnád, papi. Na, várj egy kicsit, itt van a kanna, papi. És itt van a csésze, papi. Megvan, papi, akkor jó. Ez az, fog szépen a csésze aljat, papi. Csak lassan, ugye, jó, forró, kedves nővé. Hát, hogy ne, Mr. Firma, most az, papi, na most töltsd. Kicsit arrébb, papi. Mi az, mi történt? Semmi, kicsit arrébb úgy. Na, csak nyugodtan, semmi baj. Tejjel vagy elég citrommal? Elég ez, az itt már jó lesz. Citrommal. A papi citrommal. Ne, de hagyjátok azt is. Papi, nem tudom. Nem lenne jó, hogyha valaki más csavarrá kihelyezzen a citromot. Papi, Charlie, mérni akarom, és nagyon tudom. Szívből remélem, hogy a kedves papa itt várhatja meg a műtétet, mert sajnos, ahogy mondtam, legkésőbb egy hónap múlva el kell mennünk innen. Fogalmam szint, honnan fogjuk összeszedni azt a $100,000 ilyen rövid idő alatt? Összeszedjük, Charlie. Majd közös erővel. Mi ketten. Papi, ha? Charlie belőlem is olyan ügyes játékost farag, amilyen ő. Kifosztunk minden játékbarlangot és zugbukmékert. És ha így se jön össze a $100,000, ami kell, Charlie még mindig elvihet Paragulishoz, a görökhöz. A görög verette meg a papit. Ő tudja, hol keressen, nem igaz? De csak... Persze, hogy tudom, hogy hol van, de nem szívesen találkoznék vele megint. És neked sem ajánlom, nagyon veszélyes. Ha a két Firpo testvér összefog, nem ismernek veszélyt. Főleg, ha a papiról van szó. Oké, akkor összehozzuk, ami a műtétre kell. Meg egy új kamionra nekem. De aztán leállunk, jó? Helyes, rátok bízom. A két fergeteg Firpo. Légy jó, papi, nehogy szégyent hozzá rá. Légy csak nyugodt. Még egyszer köszönöm, nővé. Boldog vagyok, hogy végre valamivel viszonozhatom a kedvességét. Köszönöm. Vigyázni fogunk az édesapjára. Tessék jönni, Mr. Firpo, felkísérem a szobájába. Majd vezetem. Azért ugye kiárhatok innen. Ugye persze. Néha kiárhatok. Lépcső. Néha napján, naponta, néha... Persze, Mr. Firpo, elvégre ez itt nem börtön. Na, pontosan ezt akartam hallani, kedvesem. És mondja, kedvesként, kaphatnék esetleg egy televíziót a szobámba? Természetesen. Hogy micsodát? Egy televíziót? Igen, csak hogy hallgathassam a kutyafuttatásokat a tévében. Na,
Na, akkor most a hatodik futamban $100 megtesszük a favoritot. Nem inkább olyat kellene, amelyik jobban fizet? De ebben ne szúj bele, sőt, egyáltalán semmibe. Ha tanulni akarsz, nyisd ki a szemed és csukd a szád. Látod azt a kockás zakóst? Na, hát az egy buki. Annyi van belőlük, mint annyi. És mind a szindikátusnak dolgoznak. Most az egyiknél megteszem 100-zal a favoritot. Aztán teszünk róla, hogy győzzön is. Várj meg itt. Hello, Charlie! Ezer éve nem láttalak. Meghívhatlak egy italra? Meg akarom mutatni a haveromnak, hogy nálad érdemes fogadni. Úgy szép tőle. Megteszem nálad $100 fározt a hetes, de nem 2 az 1-hez, hanem 11 az 1-hez. 11 az 1-hez! Oké, csak azt mondd meg, mit csináljak ennyi tikettel? Szépen edd meg. Egyed meg. Egy sört. Hello. Kit látnak szemeim? Mit csinálsz itt? Fogadsz a gebékre? Nem, csak a nyerőre. Van egy holdbiztos tippem. Tudom, melyik nyeri a hatodik futamot. Fárosz. Nem, Fárosz a favorit ugyan, de nem az fog nyerni. Fogadj Cukira, az lesz az első, már el van döntve. Megdumálták a zsokét, és ő is beleegyezett. Kösz a tippet. Látlak még? Biztos. Ahogy számítottuk, minden Balek Fároszra fogad. Már vagy 50 000-et tettek rá. Miért tettek volna? Az a favorit. Persze, hogy az a favorit. Csak aztán nehogy győzzön. Nagy leégés lenne. Nem kell izgulni, fiúk. A hajtó tudja, hogy a kölyke életével játszik. Inkább eltöri a lova mind a 4 lábát. Ha fogadtál, mehetünk. Hova akarsz menni? Ha jól kilépünk, talán még elérjük a Miami New Orleans Express vonatot. Hogy elé feküdjünk a sínekre. De mondd, ez nálad humor? Veszíts el. Na és az humor, hogy pillanatokon belül elveszítjük minden pénzünket? Na jó, tündérem sugott egy holdbiztos tippet. A hatodik futamot nem Fárosz nyeri meg. Nem? Na majd meglátjuk, hogy melyik nyeri meg. Halló? Kit keres? Kicsoda? Fárosz hajtóját? Egy pillanat. Mondd, te vagy Fárosz hajtója? Én. Miért? Keresnek telefonon. Remélem, nem a gyerekkel van valami. Háló, tessék! Ki a... Maradj veszélyek! Ezt a futamot bízd rá. Ez a pasas, mintha nem Fárosz hajtója volna. Pedig ő, az ki lehetne más. Étel, te meg mindig gyorogsz. Most mit vagy ilyen? Az is baj, ha jó kedvem van? Hamarosan kezdődik a mai harmadik futam. A versenyzők a startot is követett fölsorokoznak a rajtot. Közben igyekeznek a legjobb pozíciót megszerezni. De haver, hol van Sam Stelion? Én vagyok Sam Stelion, már meg sem ismersz. Ne nézd már hülyének. Hol van Sam? Szólíts a nevemen, hogy hallgatok-e rá. Hello, Sam! Hello! Na látod. Elérték a startvonalat és indul a mezőny. Fáros a favorit tör az érre, utána a hatosztával kicsi a bor, a nyomjúban 200-ból Vivian-tál, Vivian, és Sürke Frank előre tör, komoly konkurensei Fáros. Kicsi a bor szerzi meg a vezetést, és most következik az első kanyar. Vivian zárkodik fel kicsi a bor után, nagyon szoros verseny alakul ki közöttük, hátrában a helyzet változatlan, de most Fáros rákapcsol. Egyre közelebb ér az éle haladókhoz. Fejtej mellett Vivienne-del az élbolyban. Most kicsi a borsz kitör, de Vivien se hagyja magát. És Fáros is belelendül, nem hiába favori. És Fáros kerül az élre. Vivien hiába erőködik. Fáros megbizonyítja, hogy igazi klasszis, és szilárdan tartja az első helyet. Mögötte Vivien, bőzsebben kicsiját. Hajrá! Hússolj már, te liba! Mondjátok, mit művel ez a barom? Elkeseredettek, hogy Fárosnal, de kilátással. Hé, Sam! Maradj le! Én lemaradnék, ha ő nem rohanna. Hé, te, ne siess már!
Főnök, 11 az egyhez tették meg nálam. 11 az egyhez, bunkó vagy, Baxi? De főnök, nem te mondtad nekem, hogy ez a rohadt dög nem fogja megnyerni. Nézz oda! Ketten elmentek ennek a lócitrom evő zsokinak a lakására. Tudjátok, mi a dolgotok. Ha más nincs otthon, elintézitek a kölykét. Világos? Világos. Szóval milyen arányjal vettél felfogadást Fároszra? 11 az egyhez. Á, 1, 2, 3, 4, 5. Hallottak, mit mondott a főnök, mit csináljunk, ha nincs itthon. És amit a főnök mond, az meg van mondva. Menj föl, ott lesz a kölyök. George, nekem ez itt valahogy nem kóser. Ne finnyáskodj nekem. Vágd ki az ablakon és tűnés innen. Hogy fog meg az ember egy ilyen csecsemőt? Hú, kukucs. Te, George, nem ismerős neked ez a kölyök? Minden csecsemő egyforma. Szép dolog bántani a kisebbet. Világos? A Royal Flush után jön a póker, aztán a full, a drill, két pár, egy pár. Azt megjegyezted, mit ér a sima flush meg a quint? Na, az mi? Várj csak. Full. Ritka jó leosztás. Nekünk legyen mondva. Na tovább, mester. Hátra van még az MF. Arról nem hallottam. A Mázli faktor. Ha Miss Mázli úgy dönt, hogy jó vagy nála, és nem vagy egészen kutyaütő, akkor nyerni fogsz és kész. Na lássuk csak. Az amerikai pókerben 52 lappal játszva jokerek nélkül 1,75 a millióhoz az esély egy Royal Flush-re. 3,75 egy pókerre, 11,9 a sima flösre, 64,1 egy fullra, 168 egy drillre, 275 egy párra, de mindez nem ér egy kutyagumit se, ha nem jön be az MF. Ugye már, Mr. Firpo? Számtamból sose voltam erős. Na, ezt nézzétek meg, pancserek! Mondtam, hogy szeretnék napokban. Ide tett. Előre a dohányjal, fiú. Ide két tizen. Apád, anyád ide. Na, mi lesz már? Mi lesz már? Dolgi? Hé, Mike Firpo. Nem igaz. Hogy hogy formában vagyok. Látom, jól szórakozol. Jól bizony, mert gyerek. Nyersz még hozzá az én területemet. Viszi az egész. Nyomás. Hé, nekem ne add a szegény öreg vakot. Megmondtam, hogy ide ne told a képedet. Na igen. Kapjátok el! Eresz! Emelek két banánt. Te! Ez a papi. Hogyan már ki van zárva? Nézd meg, ha nem hiszed. Ott szalad. Csak hogy nyugodt légy, de szerintem neked felfort az agyvizet.
Nem látom sehol, pedig biztosan ő volt. Ugyan, Charlie, inkább folytassuk a tanulást. A nyakamat tenném rá, hogy őt láttam. Na, most már menjünk vissza. Gyertek csak ide! Halljam, kit kergettek? Hogy mi? A mi papánkat kergetitek, hagy igaz? Már fenébe, tudod, hogy a papi vak. Na tudod ám, hogy kinek mesélt, hogy vak. Akármit forgattok a fejetekben, kiverem belőletek, helyes? Szégyeljétek magatokat. Te bajkonár! Ha átvertek engem a papival, szétverlek titeket. Jól van. Tudom én, mi jár a fejedben. Te nem hiszel a saját testvérednek, a saját apádnak, akinek a legdrágábbat köszönheted. Az életedet. És nem hiszel nekem sem? A testvérednek? Mi? Aki csak jót akar neked? Célt adni az üres, semmit tevő, elpocsékolt életednek? Na, meg is fáztam miattad. Most örülsz? Jó, én csak... Na, semmi baj. Inkább azzal törődjünk most, hogyan szerezzük meg a pénzt. Gyere, Charlie. Még annyi mindenre meg kell tanítanod. Gyerünk szépen vissza is folytassuk a leckét, jó? Na, amit összekuporgattunk véres verítékkel, most felhasználjuk. Tedd fel az egészet arra, akit mondtam. Jól van, Charlie. Viszlát! Oké, mehetünk. Hé, hol van az a híres nevezetes világbajnok? Ramon Serrano, ha? Charlie Firpo, ezer éve nem láttalak. Örülök, hogy eljöttél. Most lebuktál, hol a fűző? Ne gúnyolodj velem, látod? Már nem vagyok olyan, mint amikor együtt játszottunk. Nézd, mit kell a fejemre tennem. Remekül tartom. Tartom. Magad. De neked bevallom. Már alig bírom az iramot. Néha lesül a bőr a pofámról. Hiába nem fiatalodom. Fájnak a viszereim, rozsdásak az ízületeim. Szóval vénülsz. Na, ettől majd jobb kedved lesz. Lehet, hogy a mai az utolsó meccsem. Még hívnak, mert bohócnak jó vagyok. De ideje volna visszavonulnom. Kár is tagadni, kiöregettem. Ne siránkozz nekem. Holnap megint veled lesznek tele az újságok, mint a régi szép időkben. Jó is lenne. De apukik már 10 az 1-hez tagsálnak. Tudod, mit jelent ez? Elhiszed, ha én mondom, hogy az öcsém 50 000 dollárral fogadott rád? 50 000 dollárral? Hát akkor az öcsikén nem normális diviházban volna a helye. Ezt én is tudom, nem kell bemutatnod nekem. De ezt a tippet tőlem kapta. Adakozzanak az árvák javára. Isten fizesse meg. Adakozzanak a szegény árváknak. Kérem szépen, az árváknak gyűjtök. Hey. Jól van, na megyek már. Gyerünk be. Hello. Kérsz egy cukrot? Hello, Zsuga Bubus. Örülök, hogy megint látlak. Én is, hogy téged látlak. Mellesleg köszönöm a múltkori lóversenytippet. Emlékszel? Szeretek segíteni a barátaimnak. Azok a pasasok is a barátaid? Nem, csak velük vagyok. Független vagyok. És erről csak a te kedvedért mondanék le. Komolyan? Kedves tőled. Mondd, tudod, hogy áll Ramon Serrano? 10 az 1-hez. No. Én pedig most ezt az egész kötek pénzt fölteszem rá, 50 000 dollárt. Elment az eszed? Ramon Serranónak vége, nincs semmi esélye, senki nem fogad rá. Nymphet meg a többiek egészen biztosak benne, hogy nem fog nyerni. Én szeretek kockáztatni. Emlékeztek még rám? Hello, csak nem fogadni akarsz. De bizony. Kedves közönség, foglalják el helyüket, 1 perc múlva kezdődik a verseny. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a nap fénypontjához, a döntő mérkőzés sorozathoz, amelyhez most vonulnak be a versenyzők. 1-es számmal Arinha, 2-es számmal José Mendez, becenevén Ilkos Mendez,
4-es számmal Rui El Topo, 5-ös számmal Salazar, 6-os számmal Carlos Primero, 7-es számmal González, 3-as számmal a sportág nagy és színes egyénisége Ramon Serrano, és 8-as számmal Luis Del Rey. Most pedig, hölgyeim és uraim, lássuk a mérkőzéseket. Az elsőt a piros mezes Arinha vívja, a világos kék mezes Mendezzel. Ebből a döntő mérkőzés sorozatból, mint bizonyára tudják, kieséses alapon az a versenyző kerül ki győztesen, aki a legtöbb pontot szerzi. A versenyzőknek úgy kell elütni a labdát, hogy ellenfele ne tudja visszaütni. És már folyik is az első mérkőzés, mint láthatják. És Arinha már el is vezet. Mendeznek most Ramon Serranoval kell megmérkőzni. Lép a pályára. Csak röviden azoknak, akik kitán nem tudják. A pálya végén két falon, és az oldalfalon akár többször is. De a földön csak egyszer a labda, mielőtt ellenfél visszajönni. Szóval Serrano béna vén ember. Sörhasat eresztett, rozsdások az ízületei lehet. Viszont te Baxi, te bunkó vagy, kitömni való barom vagy, és még finom voltam. A hülyeséget félmillió dollárunkba kerül. Ezt ki meri megmondani a görögnek? Én? Csak vigyetek el hozzá, majd én feltállalom neki. Hajlandó vagyok föltenni a félmilliót, amit tőletek kapok egy pókerpartiban, de csak úgy, ha ő lesz az ellenfelem. Parangulisz a görög. Figyelj csak! Főnök, ez az űrge nem tud kártyázni. A múltkor simán elnyertük a kamionját is. Nincs az az Isten, hogy a görögtől egy rongyos dollárt is elnyerjen. Én is azt mondom, a görög egy perc alatt visszanyeri az egészet. Nem bánom. Ha akarod, elviszünk a göröghöz. Egy zárt körű baráti pókerpartira, oké? Okay? De előbb megkaphatnám a pénzt. Fizest ki. Százezer. 200. 300. 400. 500 ezer. Eddig minden terv szerint halad.
Firpó hadnagy remélhetőleg hamarosan elvezet bennünket a görökhöz, akit keresünk. Ebben segítségére volt az apja, Mike Firpó. Admirális úr, sikerült elintézni, hogy a rendőrség elejtse a vádat Firpó apja ellen. Csekk hamisításért körözték, és több rendbeli garázdaságért. O'Connor admirális. Halló, Johnny Firpó nevében telefonálok. Azt üzeni, hogy úton van ahhoz az illetőhöz, akit keresnek, és kéri, hogy kövessék őt, ahogyan megállapodtak. Nem, más nem mondott. Nincs mit. Hello, nővé. Hello, Charlie. Nem látta valahol az öcsémet? De az előbb, üdvözli magát. Rengeteg pénzt nyert. Nekem is adott belőle $1000 az Árvátliaváron. Ez rengeteg pénz, vigyázzon. Más nem mondott? De igen, megkért, hogy ezt adjam át magának. Hello, Charlie. Az az ötletem támad, hogy a nyereményünket felteszem pókeren. Te voltál a mesterem, el fogom nyerni a görög gatyáját is. Papival, Suzanne nővérrel és az árvákkal te is drukkolj nekem. Előre is köszöni örökké szerető öcséd. Utóirat, ne dühöng. Jó hír? A lehető legrosszabb, még a világomban. Tehát... Gyere, csónakázni fogunk. Hova visztek? Ha tényleg játszani akarsz Paragulisszal, akkor szállj meg. Én a vízbe ugrom, te utánam, hogy kiments, kiúszunk a partra, és aztán meglépsz. Miért akarnék meglépni? Hát, én csak neked akarok jót. Láttam, hogy játszol. Kifosztanak. Paragulisznál ügyesebb hamis kártyás nincs. Hallgass rám, zsugabubus. Ha nem akarsz veszíteni, lépj meg. Úgy sem sikerülne. Pedig szívesen megmentenélek szájból szájba lélegzéssel. Hát... Hogy csak ez kell. Azok meg mit csinálnak? Bugsy, megmondjam, mi vagy? Tudom, bunkó. Nézzétek csak, mekkora tök nagymadár kísér bennünket. Központ jelentkezz. Kondor H020 hívja a központot. Központ jelentkezz. Admirális úr, jelentem, a csónak hamarosan elhagyja a körzetünket. A körzeten kívül pedig nem követhetjük. A pokolba. Nem léphetünk közbe. A motorcsónak elhagyta a körzetünket. Ezek szerint Firpó hadnagy segítség nélkül marad? Azokkal a bűnözőkkel a tengere? Csődbe megy a tervünk. Én mondom neked, fele barátom. Sose bízz senkibe, akinek kék a szeme. Soha. Főleg akkor nem. A testvér. Megjöttek. Ó,
lesz, mi? Gyere be! Négyes volt. Sajnálom, hölgyem. Megpróbálok csak a vörösre tenni. Oké. Okay. Szabadna egy pillanat? Tessék, uram. Kettes volt az utolsó, ugye? Igen, uram, kettes volt. Jó. Kérem a tétjeiket, hölgyeim és uraim. 111-re. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Okay. 10 000 dollárt a 9-esre. Emper, chevaux, carré, duplé, és douzen, és 3 000 dollár kalom, passé, emper, és 2 000 dollár a vörösre. Aki ennyit kockáztat, az biztos szakértő. Senki többet, kérem. Indul a golyó. Nyert a 9-es! Nem hiába foglalkoztam annyit valószínűség számítással. Ezt is kiszámítottam. Köszönöm. Tudna nekem tanácsot adni, hogy milyen számot tegyek meg? Hát, hogy megint ez a szám nyerjen, annak kicsi a matematikai valószínűsége. 19.822 fordulatot kellene várnia. Jézus Isten, olyan sokat? Hát a játékhoz türelem kell. Szóval ez a nyomvad kis számológép nyerte el a pénzemet? Igen, ez. Ki akar fosztani bennünket? A fogadáson nyert 500 000, most meg a ruletten 150 000-et elsőre. Lehet, hogy elnyerte, de hogy el nem viszi innen, az egyszer biztos. Értésére kell adni, hogy ha túlzásba viszi a nyerést, az nagyon megárt az egészségének. Nekem volna egy ötletem, főnök. A pasas nyert a fogadáson meg a ruletten, mert szerencséje volt. Pókerezni viszont egy csecsemő is jobban tud nála. Magának pedig pókerben nincsen párja a földön. De még a világűrben sem. Az egész világegyetemben. Oké, akkor elintézzük pókerben. Szólj neki. Szép kamion. Nekem is volt egyszer egy kamion. Az is szép volt. De az öcsém ellopta. Meglépett a kamionommal, he? Meglépett a kamionod? Olcsón megúsztad. Az enyém a feleségemmel lépett meg. Örülök, hogy megismerhettelek, Johnny Firpo. Jól tudom a neved, ugye? Ismerős nekem a Firpo név. Az orrodnak pedig Charlie bátyám ökle ismerős, ha jól tudom. Szóval te Charlie Firpo öccse vagy. Az bizony. Erős a zsugában, erős a bugyóban. De úgy hallom, neked a kártya a fő erősséged. Igaz? Nem akarok szerénytelen lenni, majd elválik. Hát most majd meglátjuk. Emelj! Egy lepedő. A kicsi a tét, a kedvem sötét. Nem bírom a szellemeskedést a pókerasztalnál, ideges leszek tőle. Én is. Beszállok. Mennyit? Még kicsi a tét. 3 lapot. Nekem is. 1-et. Nekem 3-at. Kér valaki egy harapást? Minden nap egy alma és a doktor alma. Becsukott szemmel is megcsinálom, figyeljetek! Látjátok? És most bemutatom nektek Mike Firpo mesterlövését. Fogadni merek, hogy senki sem csinálja utánam. Mert ez még nekem is csak egyszer sikerül. Minden 100-ból. Azért olyan nehéz, mert áttalálok. Charlie. Látlak, kisfiam. Charlie. Látlak végre.
Igen, megtörtént a csoda. Csoda történt, Charlie! Szóval csoda mi? De még milyen csoda? Piacskám, mi bajod? Mi bajod? Jó ember! Charlie, melyik gomboljon? Papa be! Hagyd abba, megmagyarázok mindent. Én csak Johnny-nát akartam segíteni. Charlie! Szóval csoda! Charlie, ne csináld ezt! Könyörgök, ne csináld ezt! Charlie, ne csináld! Könyörgök, a légszerelmet! Charlie, ne! Ne, könyörgök! Legalább a tévét, ne! Charlie, hajj! Charlie, Charlie! Nem csodikunk! Charlie, Charlie! Ki fizeti ezt ki? Olyan jó volt nekem a kamionban. Az a húpi kék szemű. Soromban. Csak azt szeretném tudni, hogy csinálod, hogy mindig nyersz. Egy egész árvaház imádkozik, értem. Tíz. A játék az nem játék. Állítsd le magad. Nem látod, hogy nem vagyunk vevők a humorodra? Nem baj, nem sértődöm meg. Hány lapot? Négyet. Hármat. Kettő. És hármat nekem. Két lepedő. Megduplázom. Kiszállok. Megduplázom. Hát jól van. Belőlem. Fullon van. Nem rossz. Bocsánat, nekem van egy ötösöm, egy hatosom, hetesem, nyolcasom és egy kilencesem. Csupakör, ha jól tudom, ez üti a fullt, ugye? Jól tudom? Az eszem megáll. Hogy csináltad, amikor négy lapot kértél? Ne tőlem kérdezd, az árváktól. Játszunk még egyet. Oké. Emelj. Na, és akkor most mi lesz a tét? Fölteszem a hajót, a kaszinót, meg mindent, ami hozzátartozik. Jó, csak előbb tennék egy kétbetűs kitérőt. Hogy mit? Egy kétbetűs kitérőt, WC. Egy pillanat és jövök. Bocsáss meg, tartanád nekem? Köszönöm. Igen. Nem, mintha nem bíznék bennetek. Mindig így csinálom. Kösz. És akkor mondom neki, hogy nem lehet. Hová lett a jó nép? Alszik. Ilyen korán. Én meg erre nem mondtam semmit, mert most mit mondjak, hogy tényleg hülye. Hát szóval ezen témázott volna nekem mostanáig, ha én nem mondom neki azt, hogy... Hello. Megvártok? Csak le ne húzd magad.
Be akartál jönni? Uh-huh. Bocs. Hát veletek mi van? Nem akartok játszani? Nem akarnak, Johnny Firpo. És miért nem? Mert most csak mi ketten fogunk játszani, szemtől szembe, férfi a férfival. És csak öt lappal fogunk játszani. Rendben? Persze, részemről, oké. Kifelé. Sok szerencsét. Köszi, Vi. Mennyit ér ez a vén bárka? Ez a vén bárka több mint 1 millióba került. Átvertek vele. Nekem mindig jó orrom volt az üzlethez. Csak volt, amíg a bátyám be nem verte. Ez érhet mondjuk 500 000. Ha felteszed az első lapra, nem tudom, mi marad a többire. Mi? Ha jelzek, vágd el a kötelet! Jól van, kisfiam, csak vigyázz magadra! A nadrágodat. Mi? A nadrágodat. Csak befölsz. Ugye csak blöffelsz? Ez nem lehet igaz. Ha látni akarod, akkor fizess. Már így is lógsz 3000-rel. És 3000 dollár igazán szép pénz egy gatyáért. Mi egyebed van? Több, mint hiszed. Ha-ha! Mutasd csak. Ez nem elég. Ez nem ér meg többet, mint 300 dollárt. Na, ide az a nadrággal. Ti meg mire vártok itt? Dobjátok oda a cápáknak ezt a kis vét. Nyugi, nem kell izgulni, emberek. Nem kell túl lihegni egy ilyen kis baráti kártyacsatát. Tudod mit, Paragulis? Volna egy javaslatom. Kivisztek a partra, ezen a gyönyörű hajón, és meghagyom neked. Ezt is neked adom. Tessék! Minden a tiéd maradt, Paragulis. Előbb látni akarom, blöffeltél-e? Dobjátok oda a cápáknak! Félom vagyok! No csak, váratlan vendég. Charlie Firpo! Pofa be! Nyugi. Ez aztán a meglepetés. Te is játszani jöttél? Nem, én csak egy pár kék szemért a papírok. Ne heveskedj, Charlie, nyugodj meg. Tudom, ha ideges vagy, még lassúbb a felfogásod, de hallgass végig. Megmagyarázd... Charlie, emlékszel, amikor kicsik voltunk, külön-külön nem boldogultunk. De hogyha összefogtunk, elbántunk mindenkivel, igaz? Jaj, bocsánat! Ennek a szemétnek szántam, de most megkapom. Jaj, bocsánat, téves, végtelenül sajnálom. Ó, széves, bocsánat. Hé, mondjátok. Igen? Most egymással van bajotok, vagy velünk? Még nem világos? Ne. De mindjárt az lesz. Ah!
Egy neked, egy neked. Elhibáztam. Petszó. Csak a fogamat nem! Jó, jöhet. Hé, haver, tiszta a körmed. Na ne félj, nem bántalak. Tegnap vágtam le a körmöm. Nézd. Na mutasd. Kitikkadtam. Kérsz inni? Igen, kérek. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Hé, görög, ne rohanj! Érthető volt a leck? Alaposan elmagyaráztuk, nem? Mögöttek. Szerinted megértette mindenki? Csap már le! Ez is. Stószoljuk fel őket! Sorban, hén infesz, te jössz! Jövök. Na, az asztal meg van terítve. Várjunk, csak oda néz. Van még egy. Nyugi, haver! Itt a segíts! Sosem juttok partra. Nem mond. Tényleg, én se tudom, hogy fogunk kijutni a partra ezzel a teknővel. Én tudom. Gyerünk, emberek, vigyétek őket! Te, ezt hogy csináltad? Sehogy.
Csak szóltam nekik. A többit ők intézték el. Köszönöm, barátaim. Más nem tudta volna idrévbe juttatni a jachtot. Nélkületek még az Egyesült Államok haditengerészete sem. Köszönd meg a bátyádnak is. Ha ő nincs a fedélzeten, a mi segítségünk nem sokat ért volna. Jó, de nagyon ne hangoztassátok, mert még a fejébe száll a dicsőség. Oké, viszlát, Johnny. Te, mit bájcsevegtél velük? Igazán megtanulhatnád delfinül. Látod, nekem most is, hogy kapóra jött. És tudok még teknősül, krokodilul, vízilóul is. Zsoga bubus! Á, hello! Hello! Gyerünk, gyerünk már! Tessék emlékül! Kösz. Meglátogatsz a sitten? Leteszem az óvadékot, érted, és ma este nem már együtt vacsorázunk. Nem, ennél jobbat el se tudok érdelni, Johnny! Jöjjön már! Akkor este? Fiacskám, Johnny! Charlie! Én büszke vagyok rád! Admirális úr, remélem, tartja a szavát. Egy admirális mindig tartja a szavát, de előre bocsátok valamit. Ez az akció sohasem sikerült volna a fia Charlie Firpo segítsége nélkül, akinek ezért a haditengerészet hálája jeléül felajánl egy vadonatúj kamiont. A legkorszerűbb modell. CB rádióval, automata sebességváltóval, radiálgumikkal, mindennel. A másik fia pedig kitüntetésben részesül. Gratulálok, Firpo hadnagy. Mi az, hogy Firpo hadnagy? Megint ugratsz? Most az egyszer nem Charlie. Admirális úr, szeretnék még egy utolsót fogadni a bátyámmal. Fogadni? Uraim, talán nézzünk szét egy kicsit a hajón. Oké. Egy nagy fogadást ajánlok. Összehoztunk kerek $1 millió szerencsejátékokból. Azt mondom, sorsoljuk ki. Fej vagy írás? Édes fiacskáim, velem mi lesz? Mi lesz én velem? Édes fiacskáim, mi lesz a ti édesapátokkal? Ne hát, aggódj, papi, ne aggódj, majd én elrendezek mindent. Na de... Ha a fej, tiéd az egész, oké? Okay? Aha. Ha írás, a fele a papié, a fele az enyém. A pedig se fej, se írás, az egész Susan nővéré és az árvaházé. Papi, dobd fel. Kiskorunkban is tetettél igazságot. Oké, fiúk. Hát tessék. Se fej, se írás. Az egész az árvaházé. Ezt meg hogy csináltad? Hát csak úgy, hogy én meg sirályul tudok. Brotherly love, making my dreams so blue. Brotherly love, so blue.